Na, pálinkás, jó napot! Szeretettel üdvözöllek benneteket. Hát nézzétek meg, hogy mi történik. Visszaálltunk ugye a német éghajlatra, amikor észreveszitek, hogy hát egy eléggé, hogy is mondjam nektek, hát ez a jó finom perme, ami a nedvesség tartalom mellett is az enyhe 8 fokhoz nagyon passzol. Na de térjünk is át a mondani valóra. Hát ugye képzeljétek el, hogy hát bejelentették, hogy Romániába NATO csapatokat ugye fognak létesíteni, és pontosan a tavaszra már meg is lesznek. És az a kérdésem, hogy mi lesz ez, turista csalogató? Vagy ki fogja ezt fizetni? Vagy ki kell megfizesse? Vagy megint fellendül a motorinalopás és a prostitúció Romániában? Hát azért kérdezem ezeket, hogy a németek mondják, hogy azt nem magamnak kérdezem, hanem egy barátnak. Jókot nevetek rajta, mert nem is merik kérdezni ők, hogy tényleg őket érdekli ez a téma. És hát gyerekek, az a gyanúm, hogy megint megrajzolnak, és tényleg, hogy egy komoly turista csalogató lesz ez az amerikai játszma. Na, szívet neki, a benzin árba megfizessük, úgyhogy már észlelitek, de az a szép benne, hogy titeket annyira nem érdekel, mert annyira jól vagytok, annyira jól éltek, hogy ti örültek, hogyha fel tudunk fegyverkezni, és az önvédelmi fegyverből kicseréljük a golyót éles golyóra, ugye? És azt hiszük, hogy ezzel úgy beszar mindenki, hogy most miénk lesz a világ. Hát az a gyanúm, hogy nem. És én azt mondom, hogy többet fog rombolni Románián, mint amennyit nyerünk belőle. Tehát a védelmet, ha valami történik, hát figyeltek ide, ha valami történik, és tényleg kiindul a háború, akkor Románia területén fognak háborúzni. Tehát ezt se felejtsétek el, hát olyan egyszerű a képlet. Amit látok, az, hogy az emberek tehát hagyják, egyszerűen nem foglalkoznak ezzel a témával, nem érdekli őket, mindenki megy, végzi a dolgát, felrakjuk a maszkot, beutatjuk magunkat, és megengedjük hátulról, hogy szőrmentére megsimogassanak. Na, hát ez a Big Fish csatorna, ilyen szókimondó, vagy jobban kimondó videóra sikerült ez egy picit. Nem akarok beleszólni ugye a külföldi politikai életbe, de imádom, amikor látok ilyen dolgokat, és nem tudom magamba tartani, mindig ki akarom mondani, ha bár erre nem kért fel senki. Na, hát igen, ez az én hobbim, ezzel már régóta szórakozom, és régóta figyelem a világot. Nagyon-nagyon meglepődtem, hogy találtam az interneten egy nagyon hasonló gondolkodású embert, mint én. Az tetszett a legjobban, hogy már, tehát nem akarok nevet mondani, ugye nem lényeges, egy eléggé elismert ember, mondja, hogy 14 éves korától már küldetésként élt meg dolgokat, na én is pont így voltam, tehát kimentem a városba és figyeltem az embereket, és érdekelt ugye a lét, a gondolat. Akkor a második nagy hasonlóság, hogy nem volt katona a katonaköteles időben, én sem voltam katona a katonaköteles időben. Hát ez is meglepett ugye, hogy még vannak ilyen gondolkodó emberek, mint én. Sőt, előjárók, ugye mert a 70-es éveiben jár, akkor még mi volt nagyon érdekes? Ugye hát ez a nem háborúzunk, ne háborúzzunk, nem ölünk, bizonyos életvitelt, életformát veszünk fel. Ami még nagyon-nagyon érdekes, hogy azt mondja a küldetésében is, ugye, hogy tehát azt figyelte meg, hogy az emberek arcán van egy mosoly, tehát napközben, tehát hogy minek örvendünk, hogy mi az a boldogság. És ez tényleg, hogy engem is nagyon-nagyon sokat foglalkoztatott örökké, és persze zuhanok is ez miatt fel és le, ugye ingadozó, lehet, hogy már be is lehetne skatujázni valamelyik lelki-pszichikai betegségbe. Én pedig az emberekkel én is ugye megfigyelve ezeket, nagyon sokat sétáltam Kézdivásárhely utcáin, hogyha tudják az emberek, akik ismernek ugye Kézdivásárhelyről, hogy örökké sétáltam egyedül, és
És hát ez kicsit furcsának is tartottak az emberek, hogy miért sétál örökké egyedül az ember. Elmentem tornászni, jól éreztem magam is, és egyet ebédeltem, és utána ugye letusoltál, beparfümözted magad, és kimentél a városba, és figyeltem az embereket. Na, ez az az érdekessége, hogy ugye én is pont ezt láttam, hogy jöttek ki a konfekcióból az emberek is, megtört arccal, mosolygás nélkül ott voltak, és egyszerűen szomorúak voltak. És kérdeztem, hogy miért szomorúak ezek az emberek? Hogy ugye elgondolkodtál, ott dolgoznak a gyárba, és azt nem nagyon akarják csinálni. És akkor azon gondolkodtam, hogy hát akkor miért csinálják? Hát a pénzért. Tehát a pénzért eladják a boldogságukat. De miért nem keresnek valami mást? Ugye azt mondják, hogy ez a lehetőség. Nem igaz, nem igaz. 100 000 lehetőség van. És ha valami rossz volt, azt ne fogadjátok el, mert ha rossz, értem? Hát úgyis a rosszba fogsz élni. Tehát nem lesz jobb. Ez nem fog változni. Az rossz. Értitek? Keresitek a jót. Na, legyetek boldogok, legyetek szeretve. Ha tetszik a videó, oszd meg, lájkold, legyen véleményed, szóljál hozzá. Ez a Big Fish csatorna, keresd meg a YouTube-on, a Facebookon, iratkozzál fel, és folytatjuk további eszmefutatásban. Addig is üdvözöllek ebből a kedves időből, a messzi távolból, a harangszó mellől. Sziasztok!